Nem tudom, hogy ebből mit lehet összevágni, de azért majd csak lesz belőle valami. Jó. János általános iskola az a bátai, Báta községben az általános iskola, egy kis iskola vagyunk, annyira kicsi iskola, hogy a létszámunk is eléggé alacsony, 70-75-80 fő az iskolába járó gyerekeknek a száma. Általában a falubeli iskolások járnak ide hozzánk, tehát más helyekről nem igazán jönnek, egy kicsit elzárt a falu, és ennek valószínűleg ez is az oka. Az iskolánk viszont ettől egy kicsit családiasabb, mindenkit ismerünk, mindenkinek a családját ismerjük, szülőket, sőt, nagyszülőket is van, akit már tanítottunk, mi idősebbek, ezért eléggé családias légkör van az iskolánkban. A gyerekek kis létszámú osztályokban is tanulnak, ezért az odafigyelés, a gyerekekre való figyelés, az eléggé fokozott itt nálunk, mivel kis létszámú osztályaink 10-12 főből állnak, 13-14 főből, ezért tényleg mindenkire oda tudunk figyelni. Van két gyógypedagógusunk is, akik segítik a különböző tanulási problémákkal küzdő gyerekeket, fejlesztési foglalkozásokon is. A gyerekek különböző családokból jönnek, különböző háttérrel, és próbáljuk őket összehangolni. Ezért a tantestületünk az nagyon innovatív, már nagyon régóta nagyon innovatív, minden tanfolyamot szívesen veszünk, és nagyon sokféle módszert és technikát is alkalmazunk itt az iskolában. Nagyon szeretik a gyerekek a kooperatív módszereket, amikor csoportban együtt dolgozhatnak. Ezzel ugye nem az egyéni felelősségük van, hanem a csoportos felelősségük. Nagyon szeretik, mi is nagyon szeretjük. A KIPP-et, ez egy eléggé új módszer. Itt szintén csoportba dolgozhatnak a gyerekek, és tulajdonképpen a státuszkezelésre szolgál. Ők imádják ezeket a foglalkozásokat, nincsenek egyedül, csoportban dolgoznak. Én azt tudom mondani, hogy az iskolánk elég jól felszerelt. Szinte minden osztályban digitális tábla van, illetve használunk egyéb informatikai eszközöket is, számítógépes teremmel rendelkezünk, használunk órákon is tableteket, laptopokat, tehát azt mondhatom, hogy elég jól felszereltek vagyunk így informatika tekintetében. Kihasználjuk a környezetünk adta lehetőségeket is, ezt meg kell, hogy említsem, mert Bátán vagyunk. A környezet adta lehetőség, ugye itt van a faluban a Fekete Gólya Múzeum, itt a nagyon szépen felújított templom, templompark, ezt ki is szoktuk használni. Vannak kerékpárjaink, ezért kerékpártúrákat teszünk, gyalogtúrákat teszünk, a Fekete Gólya házzal együttműködünk, ha érdekes program van, akkor az iskolások meglátogatják, illetve kérhetünk is tőlük akár előadásokat is. Ugyanúgy a tájházat is szoktuk látogatni, honismereti projektünk például többször is ott zajlott, illetve tervezzük is, hogy ott fogjuk megrendezni a jövőben a honismereti projektet. Oda tudunk figyelni a gyerekekre, ismerjük a problémáikat, tudjuk, hogy reggel hogy jönnek az iskolába, és erre azért egy nagy létszámú osztályban nem biztos, hogy egy pedagógus oda tud figyelni. Ismerjük a gyerekeket, tudjuk, hogy miben kell segíteni, meg tudjuk beszélni személyesen a szülőkkel, a gyerekeknek nyújtott a segítséget, illetve tőlük is ugyanígy tudunk segítséget kérni, tehát a szülők bevonásával is tudunk segítséget kérni. Már említettem, hogy nagyon családias a légkör nálunk, szinte az anyukájuk, illetve az apukájuk vagyunk a gyerekeknek. Szót is fogadnak nekünk, ezt meg kell, hogy említsem, mert nem, ez nem mindig így van. De tulajdonképpen azért jó ez az egész,
mert a gyerekek is sokkal jobban ismerik így egymást, tehát tényleg nagyon oda tudnak figyelni egymásra. Tehát akármilyen pici problémájuk van, azt mi próbáljuk megoldani. Nem biztos, hogy elsiklunk fölötte, mint hogyha, tehát nagy létszámú osztályoknál ugye az ember nem biztos, hogy oda jut minden gyerekhez. Itt minden gyerekhez oda tudok lépni, meg tudom neki mutatni személyesen, elérem valamilyen úton, módon, tudok neki segítséget nyújtani. Ezért szerintem nálunk ez talán előnyünkre válik ez a kisiskolás módszer. Várunk mindenkit a Hunyadi János Általános Iskolába, mert a légkör családias, az odafigyelés az maximális, és hogy fogalmazzak? Hát egy kicsit ilyen vidámabb, jókedélyű iskola vagyunk.